Örülhetnek a gyerekek, hiszen az amúgy is mesés hangulatú karácsony varázsát idén az első székely rajzfilm megszületése is fokozza. A székelyföldi legendáriumban összegyűjtött legendákat és mondákat feldolgozó rajzfilm sorozat első része már az ünnepekre elkészül. Az ízig-vérig székely alkotás premierje éppen ma van Budapesten az Országházban, a Kárpát-medencei gyerekek karácsonyi ünnepségén. Hol volt, hol nem volt, a tejúton is túl. Valahol Székelyföldön, egész pontosan Székelyudvarhelyen volt egy csapatember, aki elhatározta, közel viszi a kisgyerekek lelkéhez a székely legendákat. Így született meg a legenda térkép. Aztán a 156 legendát tartalmazó meséskönyv, idén Mikulánsra pedig a Tatári Tyom és a Kincskereső társasjátékok. És ez még nem minden. Hajlandó vagy velem együttműködni, vagy sem? A székely legendákból most 12 részesre tervezett rajzfilm is születik. Az első rész a korond melletti Likaskő legendáját dolgozza fel, ehhez székelyudvarhelyi színészek nyújtanak segítséget. Mozdulataikat, gesztusaikat kamera rögzíti, és a felvételek alapján az animátor kidolgozza a rajzfilmfigurák mozgását. Finciszki Andrea, azaz a jólelkű Firtos Tündér, gyermeki izgalommal éli a szerepét. Még sosem bábáskodott egy rajzfilm születésénél. Nem, még soha nem csináltam, és a kollégáim sem, akik színészekként, vagy színházi emberekként vagyunk benne, nem csináltunk. Szerintem nagyon izgalmasnak tűnik ez a munka. Erősebben és szebben! László Kata, a gonosz tündér, tartót figurájába lehel életet. Sokkal erőteljesebben kell dolgoznunk a hangunkkal, sokkal kifejezőbben, mert hogy nem lesz a testünk hozzá, tehát hogy mindent hangban megteremteni. A történelmi székelyszékek legendáit feldolgozó rajzfilm sorozat iránt külföldi csatornák is érdeklődnek. A mesefigurák tehát hírünket viszik majd a nagyvilágba. Minden népnek megvan a maga rajzfilme, tehát hogyha most nagyon sarkítani, akkor mindenkiről született rajzfilm. A gallokról született rajzfilm, a rómaiakról, mindenkiről. Valahogy a székelyek, mi ebből így kimaradtunk. És ez egy nagyon jó gondolat, hogy ezt a legendáriumot megrajzfilmesíteni. Kalandos és derűs perceket szerezni a gyerekeknek. Erre figyelt a forgatókönyv írója. A történet a párbeszédekből kerekedjen ki, és a konfliktus helyzetek, azoknak a megoldásai is mind kizárólag csak párbeszéd, meg természetesen képi megoldásokkal is, de a párbeszéd végigkövesse ezt az egészet. Békében! Nem véletlen, hogy ebben a történetben is igyekszünk elég sok humort belevinni, nem csak azért, mert ugye mi állítólag arról vagyunk híresek, hogy ilyen nagyon humoros székelyek vagyunk, mert hogy a székely keserű fanyar humor nem, hanem ezen kívül egy olyan fajta úgymond univerzális humort fogunk használni, ami a burlesk fele víz, tehát a geggek világában. Kónya Attila grafikus megrajzolt figurái sorra kezdenek el 3D-ben mozogni. Egy figura akkor kap lelket, amikor a maga kisgyerekhez szól a figura, tehát amikor ránéz és rá pisoljuk, tehát nem csak, hogy egy karakter csak szerepel egy képen, hanem kapcsolatot teremt a nézővel, tehát próbál kommunikálni vele. Kapcsolatot teremteni a nézővel, ebben már van tapasztalata Baric Gergőnek. A valamennyi epizódban megjelenő pörgek alapos székelylegényke az ő hangján szólal meg a rajzfilmben. Van rajtam egy pici nyomás, mert azért szerettem volna így megfelelni minél jobban a rendezőnek is, mert tényleg nincs tapasztalatom ezen a téren. Viszont olyan nagy lehetőségnek tartottam ezt, és olyan nagy megtiszteltetésnek, hogy semmiképp se szerettem volna kimaradni belőle. A Székelyföldi Legendárium projekt csapata elárulta, a rajzfilm sorozattal nem merült ki az alkotások sora. Újabb és újabb meglepetéseket tartogatnak még legendás tarsójukban.
vendégem a Székelyföldi stúdióban Fazakas Szabolcs, a legendás ötletek kitalálója, megálmodója. Tegeződünk, ugye, mert régóta kollégák vagyunk. Kiagnáztatok a legendák körül mindenféle lehetőséget, illetve nagyon sok lehetőséget. Ugye van térkép, könyv, legendákat feldolgozó színházfesztivált hoztatok össze, társasjáték, széles a tárház. Mi van még a tarsolyotokban? Hát hál' Istennek sok mindent hozzá lehet kötni a legendáriumhoz. Én annak örülök, hogy tényleg ezt a legendáriumot el tudtuk indítani, meg tudtuk alapítani, mert ez le is foglalt minket, munkalehetőséget teremtett most már több mint 15 embernek. Az ötletek azok szárnyalunk, itt legendárium élményparkot tervezünk, mini Erdély élményparkot, tehát egy picit a város körül. Szeretnénk a városnak a turisztikai brendjét, Székelyudvarhelyről beszélünk, igen, a város turisztikai brendjét erre alapozni, ebben nagyon sok lehetőség van, tehát ugyanúgy, ahogy más európai nagyvárosban ezeket beleépítik az adott hely turisztikai brendjébe, hogy ugyanúgy ki lehet használni a közösségnek, a régiónak ezt az egész brendet. Tény, hogy Orbán Balázs már összegyűjtötte ezeket a legendákat, utána még nagyon sok formában megjelent, de ti valami olyan korszerű formába tudtátok csomagolni ezt, amire nagyon vevők a fiatalok, és nem csak. Minden ötlet és menedzsment csomagolás kérdése? Hát ezek szerint igen. Igen, tényleg. Tehát kellett ugye, valami több is? Kellett, persze, a lelkesedés a legfontosabb. Nyilván tényleg Orbán Balázs, Benedekelek, Ambrus Lajos bácsi, tényleg nagyon sokan foglalkoztak ezzel a témával, és jól. Viszont az a helyzet, hogy a nyugatról beáramló brendek, ezek nagyon kitaszították a mai fiatalok érdeklődési köréből ezeket a helyi értékeket. És itt végül is mi a legendáriummal ezekre választ adunk. Nagyon egyszerűen, akár menjünk el Brüsszelbe, van egy oktató térkép a Európai Uniós országok legendáiról, értékeiről. Hát arról nagyon szimplán, egyszerűen lehagyták Székelyföldet. Ti most akkor oda kitűztétek az ászlócskát a térképre? Hát, nagyon simán kitűztük, így van, úgyhogy most már látható, és hát egész Brüsszelig el fogjuk juttatni ezt a legendáriumot, úgyhogy vegyenek tudomást rólunk is. Ha azt mondom, hogy Dracula, akkor talán még az amerikai kontinensen élő polgárok is betájolják nagyon hamar, Erdély, Transzilvánia. Most ezt az áttörést lehet, hogy nem várhatjuk éppen a legendáktól, vagy akár a rajzfilmtől, de ne legyek kisítő? Mondjuk lehet egy ilyen Székely, Asterix és Obelix majd ez a rajzfilm? Hát ha jól dolgozunk és ügyesek vagyunk, akkor lesz ebből Székely, Asterix és Obelix, vagy akár Székely, Merida, vagy sorolhatnám. Itt végül is a rajzfilm, ha elkészül, akkor ez nem csak Magyarországon, Erdélyben fog bemutatásra kerülni, hanem ezt elvisszük európai televízióknak, megyünk tavasszal rajzfilmbőrzékre, tehát próbáljuk minél több ország televíziójába juttatni, és ez itt a lényeg ebben a rajzfilm sorozatban. Nemzetközi hangsávban gondolkozunk, teljesen a figurák, minden modern, és igényelik is már nagyon sokan, tehát sőt, már cseh, szlovák televíziók kérték, sőt, Lengyelországból érdeklődnek, van már Németországból érdeklődés, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek, az ottani televízió néző gyerkőcök, családok fogják ismerni, mi az, hogy Székelyföld, és ez nem az idén, nem jövőbe, sőt, nem jövő után fogja meghozni a gyümölcsét, hanem ez majd évek múlva, és nem akarjuk mi a Dracula brendet megdönteni, viszont nem árt, hogyha a kis 156 mondánkkal, legendákkal felzárkozunk melléje, és ezek nem a vérszívásról szólnak, hanem itt az tanmese, emberségről szólnak, amit a családok szeretni fognak. És a szövegeket folyamatosan fordítjátok, tehát nyitott a pálya, nem csak Székelyföldnek szól. Így van, és nagyon érdekes, Budai Várban ott voltunk a nyáron, 3 napig, és arra figyeltünk fel, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, a külföldi turisták részéről kitettük a társasjátékot földre, a Szentháromság téren kiterítettük, mindjárt jöttek oda amerikaiak, kínaiak, japánok is, érdeklődtek ez iránt. Tehát azt jelenti, hogy fogják ugye a nemzetköziek. Komoly csapatot sikerült magad köré gyűjtened. Megmerem kockáztatni, hogy az ötletek többsége talán azért nem kerül megvalósításra, mert az emberek nem ismerik fel, az ötletgazdák, hogy csak jó szakikkal lehet ezt kivitelezni. Igen, meg kell tanulni átengedni a munkát, a tevékenységet olyan embereknek, akikhez értenek. Én is meg kellett tanuljam, tehát mi Székelyföldön nagyon sokan úgy vagyunk, hogy mindent mindenki egyedül akar véghez vinni, és ez egy gond, viszont ha csapatban, családban gondolkodunk, akkor nagyon sok mindent el lehet érni. Tehát ugyanígy a rajzfilmnél is át kellett engedni, meg kellett keresni azokat a székelyföldi szakembereket, akikhez nagyon jól értenek, és az igazság, hogy tényleg szerencsém volt, mert Háromszékről, Gyergyószék, Csíkszék, Udvarhelyszékről olyan tehetségeket sikerült toborozni, akik csak így nem kell csinálni semmit, csak így folyik az egész történet, össze és működik. Fogni. Így van, össze kellett fogni. Hol fogjuk látni az első rajzfilmet?
Az első rajzfilmet a Budapesten, a Magyar Parlamentben fogjuk bemutatni. Éppen ma fogjátok bemutatni? Így van, ez egy nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen ez nem kis dolog. Aztán itt Székelyudvarhelyen, a legendárium szülővárosában, a Mesevárosban mutatjuk be a gyerekeknek, és hát januárban még fogunk utómunkázni a rajzfilmen, de utána, ahova tudjuk, mindenhol el fogjuk juttatni, szabaddá tesszük, elérhető lesz közösségi megosztókon, és mondom, ahova hívnak, ahova tehetjük, elvisszük, eljuttatjuk, úgyhogy gyakorlatilag mindenhol szeretnénk ezt bemutatni. Ha a meséket tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy minden jó, ha a vége jó. Ez rátok nagyon illik, én további kitartást kívánok nektek, mert úgy tűnik, hogy ennek talán soha nem lesz vége. De én is bízom benne, ebből szeretnénk, úgy látom, nyugdíjba menni. Köszönöm, hogy itt voltál.